Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. A mai alkalommal emberi kapcsolataink legfontosabb összetartó eleméről szeretnék szólni, ez pedig nem más, mint a szeretet. Nemrégiben egy érdekes gondolatot olvastam, ami így szól, hogy Isten műhelyében egy életen át tanulni kell a szeretetet, mert születésünktől fogva nem rendelkezünk vele, éppen ezért nem tudunk adni magunkból belőle, mert nincs. Vagyis a szeretetet, a kedvességet, a tapintatot, az indulatmentességet, a jó akaratot, a jó szívűséget tanulnunk kell, mert nem rendelkezünk vele, és mivel nem rendelkezünk vele, a hétköznapi emberi kapcsolatainkban nem tudunk adni belőle a másik embernek. Pál apostol 2000 évvel ezelőtt, amikor levelet írt a korintusi gyülekezetnek, ezt az első korintusi levél 13. fejezetében találhatjuk meg ezt a gondolatot, amiről szeretnék szólni, így hívjuk, hogy a szeretet himnusza, akkor ő ebben a himnuszban megfogalmazta, hogy mit is jelent a hétköznapi életünkben, emberi kapcsolatainkban a szeretet. Most én ebből a szeretet himnuszból szeretnék a mai alkalommal néhány gondolatot megfogalmazni önöknek. Az első korintusi levél 13. fejezetének az első verse a következő képpen szól. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. Itt a szeretet szó helyén az eredeti görög szövegben az agapé kifejezés áll, ami a legmagasabb rendű isteni szeretetet jelöli, vagyis azt a szeretetet, amivel a Jóisten szeret bennünket, embereket. És megfigyeltem, ma már nagyon jó bibliafordító programok állnak rendelkezésünkre, és akik tényleg mélyebben szeretnék kutatni a Biblia világát, azok megfigyelhetik azt, hogy az eredeti görög nyelvben Pál apostol milyen kifejezéseket használ. Tehát azt mondja, hogy a szeretet, ha nincs bennünk szeretet, ha nincs meg bennünk ez a magasabb rendű szeretet, akkor nagyon nagy problémák keletkeznek majd az emberi kapcsolatainkban. És amikor Pál így fogalmaz, hogy ha nincs meg bennem a szeretet, a bennem szó helyén a görög nyelvben egy olyan kifejezés szerepel, hogyha ez a szeretet nem tart engem az irányítás alatt, hogyha ennek a szeretetnek nem vagyok a hatalmában, akkor olyan vagyok, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. Két érdekes kifejezést használ Pál apostol, vagyis azt mondja, kedves emberek, hogyha ti nem szeretitek egymást azzal a szeretettel, amivel Isten szeret minket, és hogyha ezt a szeretetet nem adjuk tovább, ha ennek a szeretetnek nem vagyunk az irányítása alatt, ha ez a szeretet a hétköznapi emberi kapcsolataimban nem tart engem a hatalmában, akkor olyan vagyok, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. Vajon Pál apostol mit szeretne itt kifejezésre juttatni? A zengő érc az eredeti görög szövegben, ha ezt magyar nyelvre lefordítjuk, akkor így szól, dörög, zúg, zeng. A pengő cimbalom helyén pedig egy olyan kifejezés szerepel, és itt szeretném zárójelbe megjegyezni, hogy nehogy arra a 19. századtól fogva megismert népi hangszerre gondoljunk, amit cimbalomként ismerhetünk meg, amit Sunda Vencel József, majd a 20. századtól fogva Bobák József fejlesztett tovább. A görög nyelvben kümbalom, cümbalom szó szerepel, amit szintén magyar nyelvre így lehetne lefordítani, hogy dob, üt. A francia nyelvben ebből származik a cimbales, vagyis a cintányér szó. A cimbalom, vagyis a cintányér már az ószövetségi időkben is ismert volt. Két résztölcsért ritmusosan összeütöttek. Krónikák első könyve 25. fejezetében, majd Krónikák második könyve 5. fejezetében, Esdrás könyve 3. fejezetében olvashatunk erről. A pengő cimbalom tehát Pál apostol
kifejezésében egy olyan ritmus hangszert jelöl, amit ha önmagában ütnek és oda teszik a fülünkhöz, akkor az elviselhetetlen. A görög szöveg ezt mondja, hogy hangosan jajveszékel, kiabál, emberi fül számára nehezen elviselhető. Pál apostol azt érzékelteti, hogyha a hétköznapi emberi kapcsolataimban nincs meg bennem a szeretet, nincs meg bennem a megértés, a türelem, a kedvesség, akkor elviselhetetlen leszek más ember számára, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. Olyan hangokat fogok kibocsátani magamból, ami az emberi fül számára elviselhetetlen lesz. Ezért használja Pál apostol ezt a két kifejezést, és még mélyebben mutatja be ezt a gondolatot. A 13. fejezet második versében így fogalmaz az apostol: ha a szeretet nem tart engem a hétköznapokban az irányítás alatt, akkor azért vagyok egy zengő ért és egy pengő cimbalom, és itt Pál azt fogalmazza meg, mert akkor az emberek azt fogják megfogalmazni, hogy sokkal jobb, ha engem távol tartanak maguktól, és egy senki és semmi vagyok. Ez számomra egy nagyon megdöbbentő gondolat volt a Bibliában. A 13. fejezet második versében azt mondja Pál apostol, ha nincs meg bennem a szeretet, akkor azért vagyok egy senki, és azért vagyok egy semmi, mert az emberi társadalom nem fog engem befogadni önmagában, mert a pengő cimbalomhoz hasonlóan, bibliai értelemben vett cimbalomhoz hasonlóan, tehát a cintányérhoz hasonlóan elviselhetetlen leszek mások számára, vagy mint a zengőérc, ami állandóan dörög, állandóan zúg, és állandóan zeng. De az apostol az elméletből átvezet bennünket a gyakorlatba. Mert a szeretet himnuszában, amikor a szeretetről beszél, akkor nem csak azt fogalmazza meg, hogy a szeretet, az agapé, a legmagasabb rendű isteni szeretet, hanem használ még egy kifejezést. Ez pedig nem más, mint a szeretet vendégség. Mit értsünk ez alatt? Hogy az igazi szeretet a szeretet vendégség lelkületét mutatja be, vagyis hogyha nincs meg bennem a hétköznapokban a szeretet vendégség lelkülete, ha ez nem tart engem az irányítása alatt, és nem vagyok a hatalmában, akkor valójában dörgök, zúgok, zengek, vagy mint a pengő cimbalom, a cintányér, elviselhetetlen hangot fogok kibocsátani magamból. Mit is jelent a mi életünkben, hogy a szeretet vendégség lelkületével éljük az életünket? Nyilván önök is már sokszor megtették, vendégeket hívtak otthonukba, mondjuk egy ebédre vagy egy vacsorára. Amikor meghívták ezeket az embereket, akkor hogyan fogadták őket, milyen lelkülettel? Milyen lelkület volt önökben, amikor a vendégek beléptek az otthonukba, beléptek a szobájukba? Hogyan készülöttek, hogy fogadják őket? Három gyülekezetnek vagyok a lelkésze, és a feleségemmel elhatároztuk, hogy ezeket a gyülekezeteket egyenként, de meghívjuk az otthonunkba egy szeretett vendégségre. És jól emlékszem, hogy az előző nap már milyen lelkület volt bennünk, mennyire odafigyeltünk, hogy amikor készülöttünk, elkészítettük az ebédet, hogy minden finom legyen, odafigyeltünk arra, hogy hogy álljanak a szalvéták, hogy álljanak az evőeszközök, sokat beszélgettünk, hogy milyen programot találjunk majd ki a vendégeinknek, vagyis áthatott bennünket a szeretett vendégségnek a lelkülete. És Pál apostol azt fogalmazza meg a szeretet himnuszában, hogy vajon a hétköznapi emberi kapcsolataimban ugyanez a lelkület irányít engem, ugyanez a lelkület tart hatalmában, mondjuk ha kimegyek az utcán, akkor a szeretet vendégség lelkülete hat át, ha elmegyek a munkahelyemre, akkor ugyanez a szeretet vendégség lelkülete határozza meg az ott eltöltött időmet.
a 13. fejezet 5. versében az apostol a következő gondolatokat fogalmazza meg, és ezt is szeretném szó szerint felolvasni önöknek. A szeretet nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Természetesen itt is megnéztem, hogy az eredeti görög szövegben milyen kifejezések szerepelnek. Amikor Pál így fogalmaz, hogy a szeretet nem cselekszik égtelenül, akkor ezt így lehetne magyar nyelvre lefordítani, hogy nem sértegeti az illető szemét, nem a maga szempontjait nézi, nem gerjed haragra, vagyis nem sürget, nem ingerel, nem jön indulatba, nem hoz fel züllött, ártalmas, hitvány beszédet és gondolatokat. És mennyire igaz ez, hogyha embereket meghívunk az otthonunkba, megtisztelnek az emberek a jelenlétükkel, és bennünket áthat a szeretett vendégség lelkülete, akkor nyilván az illető személyeket nem fogjuk majd sértegetni. Ilyenkor nem a magunk szempontjait fogjuk nézni, nem gerjedünk majd haragra irányukba. Ezeket az embereket az otthonunkba nem fogjuk sürgetni, nem fogjuk ingerelni. Nem jövünk majd indulatba, irányukba. Nyilván ez mindegyikünk életében már előjött. Nagyon készülünk arra, hogy lelkileg is tudjuk fogadni az embereket az otthonunkba. És Pál apostol miért fogalmazza meg ezeket a gondolatokat? Mi az igazi szeretetnek a lényege? Hogy ebből a lelkületből mennyi van meg bennünk a hétköznapok forgatagában? A szeretet vendégség lelkületét vajon tudom-e gyakorolni a családom körébe? Sokszor vagyunk úgy, hogy ha elmegyünk valahova, akkor ott természetesen a megfelelő viselkedési módot magunkra öltjük. De amikor a családom körébe vagyok, akkor ott sokszor elengedjük magunkat. Sokszor használunk olyan szavakat, olyan mozdulatokat, olyan megnyilvánulási formákat, amelyet nyilván egy nyilvános helyen nem tennénk meg. De ilyenkor a családom körében, a feleségem, férjem, gyerekeim irányába megvan a szeretett vendégség lelkülete? A munkahelyemen, mint említettem, a gyülekezetemben, mint említettem, megvan bennem a szeretett vendégség lelkülete? Kedves nézőink, tegyük fel önmagunk számára azt a kérdést, hogy az emberi kapcsolatainkban, páli értelemben mennyire vagyunk vendégszeretőek? Mennyire hatja át az életünket a vendégszeretetnek a lelkülete? Tudok-e úgy tekinteni embertársaimra, akárhol megfordulok az életben, mint akik a legkedvesebb vendégeim lennének az otthonomba? Tudok-e így nézni az emberekre? Mert Pál apostol mit fogalmaz meg? És még egyszer mondom, nagyon megdöbbentő volt számomra. Ha nincs meg bennem a szeretett vendégség lelkülete, azt mondja, akkor semmi vagyok, akkor senki vagyok. Ha nem hat át a hétköznapokban, ha nem tart az irányítása alatt a szeretet vendégség lelkülete, akkor egy olyan ember vagyok, akitől majd a többiek távol fogják tartani magukat, mint zengő érc vagy pengő cimbalom, amelyek elviselhetetlen, az emberi fül számára elviselhetetlen hangot adnak ki, ilyen leszek majd az embertársaim előtt. Szintén egy idézetet szeretnék elmondani önöknek, ebből én nagyon sokat tanultam. Az embernek nincs más választása, mint szeretni. Ellenkező esetben kínzó magány, pusztulás és kétségbeesés a sorsa. Mennyire elgondolkodtató, hogy a mai életben nincs más választásunk, mint azt, hogy szeressünk. Mert ha nem szeretünk, akkor magányossá fogunk válni. És én amikor a magányosságról beszélek, akkor sohasem abban az értelemben, mint amikor valaki egyedül él az otthonába. Ennél a magányosságnál van egy sokkal súlyosabb probléma, amikor az emberek úgy magányosak, hogy közben van családjuk. Igen, ha nincs meg bennem a szeretett vendégségnek a lelkülete, akkor
kínzó magányra ítélem magam, akkor kétségbeesésre, pusztulásra fogom ítélni magam, mert senki nem szeret majd a köreimben lenni. Mindenki el fog tőlem távolodni. Olyan leszek, mint egy zengő érc, vagy a pengő cimbalom. Az Isten műhelyében című könyvből szeretnék néhány gondolatot idézni önöknek. Ez egy áhítatos könyv, a 296., 97., majd a 220. oldalán a szerző a következő gondolatokat fogalmazza meg. A szeretet nem rója fel a rosszat a másikkal szemben, azaz nem vezet könyvet a sértésekről, amiket kapott, ellenkezőleg. Törli az adósságtételt, megbocsát és nem felejt. Nem hánytorgat fel semmit. Természetünk sajnos olyan, hogy jobban megjegyezzük magunknak a minket élt rosszat, mint a jót. Miért felejtjük el olyan nehezen a bántásokat? Mivel mindig visszatérünk rá, ha nem szóval, akkor gondolatban. Túlságosan, pontosan könyveljük el a minket ért sértéseket, és nem írjuk le a másik számlájáról, ezért mindig abban a kedvezőtlen megvilágításban látjuk a másikat, amibe az előző események állították őt. Minden emberben van valami, amit el kell hordozni, és nem csak megtérése előtt, hanem utána is. Ha másokra panaszkodsz, hogy elviselhetetlenek, gondold meg, hogy téged is el kell hordozni a többieknek. A természetünk ezt az alapelvet vallja, kölcsön kenyér visszajár. Ragadozó állat szunnyad bennünk, amint ingerli, kitör. Ez a gondolkodás élt Káinban és nemzedékében. Egyre jobban elburjánzott ez a lelkiség, amelynek semmi sem tetszik, s amely mindenkivel szembeszáll, ha büszke énjét sértegetik. Amíg azt hisszük, hogy igazunk van, ha haragszunk, ha engesztelhetetlenek, érzékenyek és dacosak vagyunk, addig nincs szabadulás ebből. Mindez elhordozhatatlan teherré kell, hogy váljon számunkra. Gondoljunk arra a szeretetre, amely számtalan mulasztásunkkal és hibáinkkal együtt szüntelenül hordoz minket, akkor megszégyenülünk türelmetlenségünk miatt, a gonoszt jóval győzzük le. Kedves nézőink, egy nagyon szép és tanulságos történetet szeretnék elmondani önöknek, ez csak egy fikció, viszont mint említettem, a tanulsága mély. Egyszer egy asszony közeledett az otthonához, és látta azt, hogy három idős, nagyszakálú öregember ül a bejáratánál. És amikor odaért, akkor megkérdezte tőlük, hogy miben segíthet, és hogy bejönnének-e az otthonába, szívesen vendégül látná őket. A három öregember megszólalt, és azt mondta, hogy nagyon szívesen bemegyünk, de csak akkor, hogyha majd a családtagjaid is otthon lesznek, mondd el nekik, hogy itt ülünk a bejáratnál. Aztán, amikor a családtagok hazaérkeztek, akkor látták, hogy ott ül három idős öregember, de nem akarnak bejönni az otthonba. És amikor hazamentek, beléptek a lakásba, akkor a feleség rögtön azzal fogadta őket, láttátok ezt a három öregembert? És mondták a családtagok, hogy igen. Mondta a férj, hogy menj ki, szólítsd meg őket, és hívd be a szobába. Kiment az asszony, és mondta a három öregembernek, hát most már ti is láttátok, hogy itthon vannak a családtagjaim, gyertek be. És akkor azt felelték, hogy még nem mutatkoztunk be neked, engem hívnak jólétnek, a másik barátomat a sikernek, a harmadikat a szeretetnek. Ha egyikünket behívod, akkor szívesen fogadjuk, egyszerre nem megyünk be. Bement az asszony a szobába, és nagy örömmel mondta a férjének, hogy képzeld el, ez a három öregember azt mondta nekem, hogy az egyikük a jólét, a másik a siker, másik a szeretet, melyiket hívjuk be? Azt mondta a férj, természetesen a jólétet, hát gondold el, hogyha behívjuk a jólétet, akkor ez micsoda nagy dolog lesz a családunknak. De az asszony azt mondta, dehogy is hívjuk be a sikert, siker, jólét, elkezdtek vitatkozni. Az egyik azt mondta, hogy siker, a másik azt mondta, hogy jólét. Ezt a vitatkozást meghallotta a menyük. És ő is belekapcsolódott ebbe a vitába, és azt mondta, hogy ne beszéljetek már annyit, hát jólét vagy siker, hát hívjuk be a szeretetet.
és leintették, ugyan már a mai világba behívni a szeretetet, hát azzal nem fogunk előre menni az életben, vagy a jólétet, vagy a sikert hívjuk be, vitatkoztak. Aztán a menny mégis meg tudta győzni őket. Ekkor a férj azt mondta a feleségének, jó, rendben van, hívd be a szeretetet, bár én nem őt akartam, de hívd be. Kiment az asszony, és azt mondta, hogy akkor választottunk, a szeretetet hívjuk be. És akkor elindult a szeretet, és a szeretettel együtt elindult a siker is, és a jólét is. Azt mondja az asszony, de én csak a szeretetet hívtam be. És akkor megszólalt ez a három öreg ember. Nézd, asszony, ha a sikert hívtad volna be, akkor a jólét és a szeretet kint maradt volna. Ha csak a jólétet hívtad volna be, akkor meg a siker és a szeretet maradt volna kint. De mivel behívtad a szeretetet, a szeretettel együtt jár majd a siker is és a jólét is. Számomra nagyon tanulságos ez a történet, igen. Hány embernek az élete ott megy tönkre, hogy egész életébe csak a sikert és a jólétet hajszolja. Hányszor megtapasztalhatjuk a mai világba, hogy nagyon sokan csak a sikert és a jólétet hajszolják. De ha a szeretetet megismernék, akkor a családjukba a jólét és a siker az egy természetes tényező lenne. Miért? Mert behívták először a szeretetet. Pál ezt így fogalmazza meg a 13. fejezetének a 8. versében, hogy a szeretet soha el nem fogy. Vagyis az apostol azt mondja, ha a szeretet az első helyen áll az életünkbe, ha a szeretet vendégség lelkülete a hatalmában fog tartani bennünket, az irányítása alatt leszünk, akkor nem fog az életünk kudarcba fulladni, nem fog csődöt mondani. Sokszor nekem megfogalmazták, hogy tudod, a szeretet kiszorult az életemben. A szeretet hiányában semmivé váltam, meghiúsultam, csődöt mondtam. Sokaknak az elviselhetetlen élet körülményei, a fájdalmas kudarca, az mind oda vezethető vissza, hogy nincs meg a szeretet az életükbe. Csak a sikert és a jólétet hajszolták, és a szeretet nem tartatta őket a hatalmában. Annyira megdöbbentő azzal is sokszor szembesülni, hogy főként ez ránk férfiakra vonatkozik, nyilván hölgyekre is. De a mai világ az belehajszol bennünket egy ilyen malom kerékszerűen a munkába. És sokszor megfogalmazzák a férfiak, hogy egyszerűen az idő beosztásomban nem fér bele a szeretet vendégség lelkülete. Nem tudok szeretni, nem tudom kisajtolni magamból a szeretetet. Legfeljebb a 24 órából egy rövid részt, de nem is az én dolgom az, hogy szeressek. Majd a feleségem szeretni fog, meg szereti a gyerekeket, nekem az én dolgom az, hogy előtt teremtsem az anyagiakat. Mennyire fájdalmas így gondolkodni. Nagyon sokan igen a jólétet és a sikert hajszolják, és nincs meg az életükbe a szeretet. Maga Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt az emberi történelem drámájának egyik tényezőjeként fogalmazta meg, hogy mennyire nem lesz az emberekbe szeretet. Máté evangéliuma 24. fejezetének a 12. versében így szól az írás, hogy amikor majd a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meg fog hidegülni. És ez a mai társadalomra jellemző. 2000 évvel ezelőtt megfogalmazta Pál apostol a szeretet himnuszában, hogyha a szeretet vendégségnek a lelkülete nem fogja áthatni az életemet, az életem minden területét, akkor el fogok magányosodni, akkor olyan leszek, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. Akkor az emberek távol tartják majd magukat tőlem. Sokszor persze megfogalmazzuk, hogy megélhetés, számlák, célok, de kedves nézőink, ez a legfőbb cél az életben? A siker és a jólét? Egy nagyon érdekes gondolat így szól, az élet mínusz szeretet képlete egyenlő nulla.
Hadd fogalmazzam meg még egyszer. Az élet mínusz szeretet képlete egyenlő nulla. Igen, Jézus erről beszél, hogy amikor majd a gonoszság megsokasodik, és a gonoszság megsokasodott a világunkban, akkor nagyon sok emberben a szeretet vendégség lelkülete az ember társai irányába egyszerűen nem létezik majd. És ebből vannak a problémák, ebből vannak a bajok, hogy amikor a szeretet kiszorul valahonnan, amikor az emberek csak a sikert és a jólétet hajszolják, amikor apák mindent feladnak annak érdekében, hogy megteremtsék a mindennapi betevőfalatot, de a legfontosabb dolgot nem tudják odaadni a gyerekeiknek, a szeretetet, akkor Pál azt mondja, ez nulla. Akkor azt mondja Pál, ez semmi, ez senki. A Céltudatos Élet című könyv 118. oldalán a szerző a következőt írja ezzel kapcsolatosan. A szeretet lényege nem abban rejlik, hogy mit gondolunk, mit teszünk, hogyan gondoskodunk valakiről, hanem abban, hogy mennyit adunk magunkból. Különösen a férfiak szokták ezt nehezen megérteni. Sokak szájából hallottam. Nem értem a feleségemet és a gyerekeimet. Mindent megadok neki. Mit akarnak még? Őt. A szemét, fülét, az idejét, a figyelmét, a jelenlétét. Ezek nem helyettesíthetőek semmivel. A szeretet legjobban áhított ajándéka nem a gyémántgyűrű, a virágcsokor vagy a bombon, hanem az osztatlan figyelem. Aki szeret, az annyira erősen koncentrál a másikra, hogy egyszerűen megfeledkezik önmagáról. Aki figyelmet ad, azt mondja, annyira értékesnek tartalak, hogy a legbecsesebb tulajdonomat adom neked. Az időmet. Szeretni annyi, mint feladni valamit. Lemondani kívánságról, kényelemről, célokról, biztonságérzetről, pénzről, energiáról, vagy időről a másik érdekében. Miért mondjuk, hogy itt van az ideje a szeretetnek? Azért, mert nem tudhatjuk, meddig lesz még rá lehetőségünk, hiszen a körülmények változnak, az emberek meghalnak, a gyerekek felnőnek. Nincs garancia, hogy lesz holnap. Ha szeretnénk kifejezni valakinek a szeretetünket, jobb, ha már is megtesszük. Mi a szeretet vendégség bibliai hozzáállása? Máté evangéliuma 25. fejezetének 40. versében azt olvashatjuk, hogy amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb szolgáim közül, olyan, mintha velem cselekedtétek volna meg. Vagyis itt Jézus Krisztus azt fogalmazza meg, ha mi a legmegvetettebb, legrosszabb állapotban lévőkhöz le tudunk hajolni, akkor a Biblia azt mondja, ez a szeretet vendégség lelkülete. A szeretet vendégség lelkülete nem abban áll, hogy csak azokat szeretjük, akiket meghívunk az otthonunkba. Pál mélyebben fejezi ki. Ezt hogyan öltött testet Jézus Krisztusban? Amikor Jézust keresztre feszítették, és hihetetlen fizikai fájdalmakban szenved a kereszten, akkor ő imádkozik. Kikért imádkozik? Az ellenségeiért. Igen, ez a szeretet vendégség lelkülete. Hogyan imádkozott Jézus Krisztus? Lukács evangéliuma 23. fejezetének a 34. versében mit olvasunk? Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez a szeretet vendégség lelkülete, hogy Jézus úgy tekintett az ellenségeire is, akik leköbdösték, akik meggyalázták őt, mint azokra az emberekre, akikkel a legnagyobb békességben egy asztalnál együtt evett. Jézus Krisztus, amikor az ellenségeiért imádkozott, akkor a szeretet vendégség lelkületével tette ezt meg. Ugyanaz a lelkület volt meg benne a kereszten az ellenség irányaiba, mint amikor a legnagyobb szeretetben és békességben együtt evett az övéivel. Aki nem szeret eléggé, nem szeret túlságosan, fogalmazta meg egykoron Blaise Pascal. Igen, olyan nincs,
hogy félig szeretek valakit. Olyan sincs, hogy 80%-ig szeretek valakit. De olyan sincs, hogy 95%-ig szeretek valakit. Vagy valakit szeretek 100%-osan, de ha ezt nem tudom megtenni, akkor azt mondja a Biblia, nem tudok túlságosan szeretni, vagyis nincs meg bennem embertársaim irányába a szeretet, vendégség lelkülete. A Szentírás megfogalmazza, és ezekkel a gondolatokkal szeretném lezárni ezt az áhítatot, szintén Pál apostoltól származik ez a gondolat a II. Korintusi levél 5. fejezetének 10. versében, hogy mindannyiunknak meg kell jelennünk majd Isten ítélő széke előtt. És nyilván ilyenkor Jézus Krisztus majd nem azt a kérdést fogja feltenni, vagy nem azokat a kérdéseket, és félreértés ne essék, ezt nem elviccelni szeretném, mert nagyon fontosak a hétköznap életben, hogy mennyit dolgoztunk, be tudtuk-e fizetni a számláinkat, tényleg fontosak. De mégsem ezeket a kérdéseket fogja feltenni nekünk Jézus Krisztus, hogy mennyit dolgoztál, ember. Mennyit valósítottál meg a terveidből, hanem azt, hogy tudtál-e szeretni a szeretet vendégség lelkületével, tudtad-e élni a hétköznapokban az életedet, ott, ahol megfordultál. És még egyszer hadd említsem, munkahelyeden, kint az utcán, családod körébe, a gyülekezetbe, azokat az embereket tudtad-e szeretni a szeretet vendégség lelkületével, akiket mondjuk még nem hívtál meg az otthonodba, ugyanúgy tekintettél rájuk, mint a legkedvesebb vendégeidre. Mert ha igen, akkor a szeretet vendégség lelkülete hat át bennünket, és a Biblia csak ezt a szeretetet fogadja el. Ha nem, akkor kérjük Istentől, hogy ezzel a lelkülettel ajándékozzon meg bennünket, ezzel a lelkülettel áldjon meg bennünket. Pál, amikor leírja a szeretet himnuszát, akkor azt mondja, a szeretet himnuszának van egy alapja. A szeretet himnuszát csak akkor tudjuk a hétköznapi életünkben megélni. Csak akkor tudjuk ezzel a körülöttünk élő embereket megörvendeztetni, ha a szeretet, vendégség lelkülete hat át bennünket. És kedves nézőink, én ezt kívánom önöknek, ezt kívánom mindannyiunknak, hogy a szeretet, vendégség lelkülete jobbítsa meg az életünket, hogy az emberek ne úgy tekintsenek ránk, mint a zengő ércre vagy a pengő cimbalomra, ami önmagában egy elviselhetetlen hang, hanem tekintsenek úgy ránk, hogy igen, itt van egy ember, akit áthat a szeretet vendégség lelkülete, és ezért szeretünk a társaságában lenni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!